Vasárnap délelőtt szentmisével kezdődött a tisztelgés a Donkanyarban vívott harc magyar áldozatai előtt. A szertartást Bodó Zoltán plébános a katonák lelki üdvéért és a hozzátartozókért ajánlotta fel. Prédikációjában elmondta, a keresztség egy új életnek számít. Volt idő, amikor a megkeresztelkedés magával hordozta a lemondást az addigi élethelyzetről, és előfordult, hogy egyet jelentett a vértanúságra való elköteleződéssel. Kint voltak a katonák valóban ott Donnál, akkor bizony nagyon-nagyon féltek akár csak az imakönyvet elővenni, vagy akár azt a keresztet jól ellopták, ami a nyakukban volt, mert féltek attól, hogy kommunista Oroszország, ugye, hogy akkor kivégzik őket. Vagyis ők is a vértanúsággal álltak szembe, testvéreim. És mégis vállalták, mert elővették az imakönyvet és énekeltek, imádkoztak, és ezáltal is Istenhez kapcsolódtak, tette hozzá a plébános. A szentmise után az Óvári temetőben folytatódott a megemlékezés a honvéd hagyományőrzők szervezésében. Mégis kevés olyan tragédiája van történelmünknek, mint az 1943. január 12-én kezdődő Doni áttörés, ahol a második magyar hadsereg a nagyerejű szovjet támadás ellen nem tudott védekezni. Kezdte meg ünnepi beszédét Lendvai István nyugalmazott honvéd százados. A szinte elviselhetetlen, mínusz 35-40 fokos hideg ellenére a magyar honvédek hősiesen próbáltak ellenállni, de megfelelő elhárító fegyverek hiányában a páncélosok elleni szinte puszta kézzel való küzdelem eleve kudarcra volt ítélve. A második magyar hadsereg nem kapott támogatást a német csapatoktól. Nem engedélyezték számukra a visszavonulást. A menekülő német egységek fedezetnek, ágyutölteléknek használták a magyar katonákat. Óriási veszteség érte a magyar honvédséget és a magyar népet, ezért is különösen fontos megemlékezni a Doni áttörésről. Csak néhány tudott hazaérni, a rendkívül hideg és a távolság miatt. Úgyhogy akik haza is értek, nem éltek csak pár évet, tulajdonképpen ezekre is illik gondolnunk, mert nem csak a közvetlenül hősi alatt haltak, hanem az ott szerzett sebekben bizonyos betegségekben haltak meg pár éven belül. Az ünnepség végén a szervezetek és megemlékezők elhelyezték koszorúikat a temető II. Világháborús emléktáblájánál.